hogyha megtalálod ezt a társaságot, ezt a helyet, ahol ugyanazok a dolgok érdekelnek titeket, akkor sokkal nagyobb energiát tudsz beleadni, úgyhogy észre se veszed. Sokkal élvezetesebb az idő is, és az, hogy azon nem pénzért teszed, hogy ezért nem vársz semmit, úgy adsz, az még egy ilyen valamilyen ízt ad az egésznek. Együtt jól szórakozunk a munkák elvégzése közben. Látják a járókelők, és jó szemmel néznek ránk. Felbátorodtam, hogy igenis tudok én is jó dolgot csinálni, és nem kell mindig a háttérben lennem. Tök jó dolog. Segítünk máfokon, máfoknak. Mi is ezen viccelőtünk sokat, hogy önkénteskedés, de kötelező jelleggel. Természetesen volt egy rossz íze a dolognak, hogy hát most akkor úgy csináljuk. De nagyon érdekes volt, hogy már az első alkalom után már nagyon jobb. Fiataloknak sok olyan napja lenni, amikor úgy érzi, hogy igazán nem csinált semmit, elment iskolába, hazament, és lefekvéskor úgy érzi, hogy olyan üres volt a napja, és nem csinált semmit. És esetleg egy nagymamát megmosolyogtat, vagy egy nénit átsegít az utcán, vagy egy szemetet felszed a földről, már ez egy olyan dolog lehet, ami szerintem azt mondhatja, megérte ez a mai nap, mert valami jót tehetem hozzá a társadalomhoz és a világhoz, ami nélkülem nem lett volna meg. Valami újat megismernek, valamennyire kiszakadnak az, amit eddig csinálnak, és jó érzés, tehát tényleg jó érzés az, hogy ők adnak valamit, és ezáltal rengeteget kapnak. Voltam, hogy miért ne? Az ember abból épül és abból tanul, amit bevállalt. Ki tudod választani azt, amiben úgy megtalálod önmagad, és úgy érzed, hogy ehhez van tehetséged, talentumod, akkor hihetetlen jó dolgok fognak tudni kisülni. Nem kell félni. Kezdetben én is féltem, de rájöttem, hogy nincs mitől. Ez, amitől mindenki jobb lesz, és mindenki nyitottabb lesz. Azok a csoportok, akikkel foglalkoznak, vagy az idősekkel, vagy a gyerekekkel, vagy a hajléktalan szállón, annyira hálásak ezért, hogy valaki önkénteskedik, és ott van, és figyel rájuk. Szerintem nagyon jól felkészít a munkás világra. Elég régóta csinálom. Miért érdemes? Hát az a jó, hogy célt ad nekem is, és a körülöttem lévő fiataloknak is, és értelmet ad nagyon sok fiatal életének. Nagyon jó látni, ahogyan céltalan és sokszor nagyon mélyen levő fiatalokból egy vidám, lelkes és örömmel teli emberekké válnak. Úgy éreztem, hogy teljesen önállóan foglalkoztatok a gyerekekkel. Rengeteg embert lehet megismerni, nagyon sok világot lehet látni. Iszonyatosan jó volt, mert rengeteg sok szeretetet kaptunk a kicsiktől, és teljesen úgy éreztük magunkat, hogy ez egy kikapcsolódás, hogy oda mehetünk hozzájuk, és játszunk körülött velük. Azt mondanám a fiataloknak, hogy igenis próbálják ki úgy, hogy nyitottak rá, mert lássák meg benne tényleg ezt az óriási lehetőséget, hogy a kapcsolataikat hogy tudják építeni ezáltal. Esetleg még kedvet is kaphatnak valamilyen területen valóban elhelyezkedni, illetve lehet, hogy pont olyan emberekkel ismerkednek meg, akik majd a jövőjükbe segítik őket, hogy elhelyezkedjenek. Nagyon megtaláltam magam itt ebben a médiás dologban, mert én nagyon szeretek emberekkel beszélni, meg úgy kommunikálni, meg hasonlók. És itt van ez az önkéntes média misszió, ahol lényegében a mente.hu honlap mögé felállt egy kis csapat, akik önkéntesen cikkeket írnak, riporterkednek, kameráznak adott esetben, és eljárnak rendezvényekre. Tereprendezés lehet itt vagy a tábor területén, meg találkozókat elő lehet segíteni. Hát olykor ilyen Jolly Jokernek érzem magamat, de nagy általánosságban ilyen csoportvezetés, sátorépítés, sátorrendezés. Az én fő feladatom az önkéntesek koordinálása, motiválása. Évente van egy táborunk, évente 4 találkozónk van, ami szintén segíti, hogy a fiatalok találkozhassanak egymással, megismerhessék egymást, és szerepet vállalhassanak a saját életükben. Segítünk az emberek mindennapjain és a hit életén.
Ezt úgy érjük el, hogy amiben tudunk, mellettük állunk, tehát szervezünk számukra találkozót, ahol megoszthatják egymással a gondjaikat, örömeiket, bánataikat. Kaptam egy csoportot, de adtak mellém egy segítőt, aki idősebb volt, tapasztaltabb, és akkor így már te tudod segíteni abban, hogy mit merre meddig. Csoportvezetésben segítettem, meg a 72 órákon vettem részt még. Elkezdtünk járni a siketekhez ide a Császár iskolába, és ott gyerekekkel, óvodásokkal foglalkoztunk. Hetedikes voltam, amikor az osztályfőnökünk által a 72 órában részt vettünk. Az iskolánknak a játszóterén festettünk. Amikor van időm, és az itteni közösség szervez ilyen közös munkákat, akkor próbálok besegíteni, és hát most szombaton is voltam ilyen programon, hogy lefestettük a mászókát. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy a fiatalok saját élményként tapasztalják meg, hogy mit jelent önzetlenül segíteni másokon. Ezt szeretnénk, hogy majd felnőttként ők maguk is megérezzék azt, hogy az igazán nagyszerű az, amikor érdek nélkül, haszonlesés nélkül, hanem szívből, szeretettel tegyenek valamit, hogy szebb legyen ez a világ. Az önkéntesség az arra is jó, hogy talán az adott témában, ami mondjuk a... Tehát ami felé már kacsingatok, hogy mondjuk milyen hivatást fogok választani. Tehát, hogy abban a témában, vagy abban a önkéntességi munkában kipróbálni magam, hogy van-e bátorságom arra, hogy ebbe beletemetkezzem egy kicsit, és hogy számomra ez egy kiegyensúlyozott életet tud nekem a továbbiakban biztosítani. Ez egy nagyon bátor lépés, de úgy érzem, hogy most mi a 21. században már erre valahogy fel vagyunk készülve. Tehát, hogy engedni kell, hogy hasson ránk akár a nehézség, vagy akár a fájdalom. Hogy megnézzem, és hogyha valahol ez nem igazán jön be, akkor még van időm arra, hogy megkeressem saját magamba azt, hogy én akkor melyik úton is indulok.